Sziasztok, én Ferrari 2-0-1-3-4 vagyok, és itt vagyok a Mafia 2 következő végjátszásával, ugye itt tartottunk. Hogy? Most ki kell nyírni szület, mert Derek megölte az apánkat. Úgyhogy kurva anyjuk, hogy... Nagyon rögzések, amikor így... Ezt annyira utálom az övöldözés, mert mindig úgy lagolok ettől. Ah, kurva anyád, Steve, csak akarnád. Ah, a Steve már kihúzott. Ott volt valami. Oh, shit. Szóval föl kellett volna vennem. Ah, ezt. Azt a kurva. Hol van? Oké, meg volt. Nem, izéje volt, nem izéje. Nem. Oké, na most itt lesz egy nagyon jó taktik, gyerekek. Ezt mindenkinek ajánlom, mert ez egy nehezebbi fajt lesz, ugye most jön. És HP sincsen, ilyen volt kérde azt, hogy... Hát gondolom itt azért... Hát ugye könnyű meg lehet csinálni, de én hardon próbáltam, hogy nagyon nehéz, de erre van egy nagyon jó taktika, hogy hogy kell. Föl kell futni rögtön a lépcsőn, hogy dereket meg kell ölni. Szarjad el azért, hogy csak menjél. Nem tudok bevenni. Ide muszáj bejönni, mert ez egy nagyon jó fedezékhely, és itt dereket nagyon könnyen meg lehet tölni, még kicsit töltetik HP. Megvárjunk én, akkor mindig, amikor kicsit feltöltődik. Aha. Te vas a szépen a blokkot. És innen kezdjük jó, hogy lesz egy vágás. Visszatértek a vágásból, és akkor most újra megpróbálkozok ezzel. Na most... Stratégikusan, gyorsan. Rögtön arra veszik az irányt, hogy... Felmenjünk. Azt a kis csíkot remélem azt azért, hogy látjátok, tehát hogy ennyire vagyunk jók. Aha, és akkor jön fel a gyerek, persze. Oh, megint mennyi HP? Szinte nincs is. Na, oké. Okay. Jön fel a lépcsőn. Ez itt jó. Ott a derek. No, hogy már így nyírjon ki, nem? Nem? Nem fog kinyírni engem derek. Jó, hogy ott van. Meghalt. I spent my whole life trying not to make the same mistakes my old man. Hú, ez egyszer volt. Ez az utolsó embert, ezt kigyírdom. Oké, megpusztult derek. Molotovok kiteket fölvesszük. És keresd meg a kiduláját, nézzük, mi lesz itt.
Oh. Whoa. Looks like I just found Derek's retirement funds. Aha. 26 ezerünk van, és még 1500 kell, hogy a Bruno-nak megy összeszedni a másik felét. Szóval szerint nézzük. What about the cops? Yeah, they might be a problem. But anyone who saw us where we did it in self-defense, you were never here. All right. Good luck then. Jesus, Mary and Joseph. God help you. Okay. Nem az egy mocsos autó nincs itt, de itt ez a forsat, én ezt most elcsorom. Jó van, mert az én autóm az elszpanult. Én mert kétszer is meghaltam, szóval. Ez a szép kis La Series 75 Hollywood-ra fogunk menni. Szegényt elütöttem, mint a forst. És akkor most itt kell, tehát hogy szeretek el pénzt adom, akkor boltot ugye lehet rabolni a játékban, szóval a fegyverbolt vendézem mennyi money van. Jobban kijön, mert ez nekem zavar, hogy ezért jelenti ki. Így ez. Úgyis körözöttek vagyunk. Kiáll, belül az ajtót, akkor nekem egy stratégia van. Hello. És amikor ilyenkor... Gyerünk szájba, szájba, itt nekem már a köne! Na jó, akkor... a következő fegyverboltot fogjuk kirabolni, ami ez. Az egy render. Ha most nekem már jönni. De nem jön nekem. Ez nekem, ez mi ez tovább? Mert itt akkor lejárt a körözésről, de rendszám alapján körülnek, szóval bad luck. Jó kis Thunderbolt, ugye ezt ott hagytam, ugye mert mi volt a vágás, hogy tesszük egyszer ideült és maffiázott, szóval újra kell kezdenem a küldetést, de hát ez nem dráma, mert az filmeket kihagyvánál, az nem volt ilyen sok idő. Menjünk tovább, remélem azért a pénzes bód már több pénz lesz, mint 500 dollár, mert szerintem azért ez nem olyan sok. Itt a gun shop. Ez az, alright. Oh! Render. És csak észrevett, geci. Mennyik van? 27 ezerünk majdnem. Akkor még egy fegyverbolt, azon meg vagyunk. Veszek magamnak egy ingyen, talán kijön. Hol van valami közeli fegyverbolt? Nincsen? Ne kújj föl. Ott egy sarkos. Nagyon közel van, hát mondjuk úgyis. Nem tudom utána, hova kell menni. Akkor menjünk oda. Kicsi lagettal is, de megvan az úti célunk. Na. Oké. Okay. És érkeztünk a gáncsophoz. Egy gyors leszereljük. Hello, how are you? Ah! Oh! Beszarok, hogy ide ér. Most észre fogom venni, mert most... Oh.
Mondjuk, hogy gyáma, még úgyis ez az autót cserélek szerintem. Á, fasz, nem fogok semmit cserélni. Jó, ez így. Majd veszek egy inget a küldetés vége fele. A kurva anyádat, hogy erre kek vagy a rondod. Te most hol kell menni? Ja, nézd be Joe-hoz. Miért, már is csináltam, mondom ő is. Hát reménykedjük, hogy megcsináltam. Na, igen. Van rá egy, és akkor... Egy jóhoz kell venni. Jó, az igen, jó. Na? Joe wasn't home. At first I thought he was just running a little late so he could grab something to eat. Two hours later, Joe still wasn't home. It was getting dark and I was getting worried. I had to work for him. Akkor szopóágizom. Jó van. 6 órával később nem hazaért, akkor Joe. Nem. Még mindig nem. Joe checked in with Eddie at the Falcon. Nézd be Eddie, ez őt át tudja, hol van Joe. Akkor menni kell Eddiehez. Ez nyilván van, ez nem lesz, mert wanted. Ezt nem akarom összeizélni. Ez jó néz ki. Ez jó lesz. Ez a zöld szar. Gyorsan tudom most nincsen kedvem menni, ugye, mert azt is be a wantidoz rendszám alapján ugye körözteti majd a rendőrség, ha gyorsan megyek, ugye. Szóval nem, inkább ezt. Jaj, meg a rendőrség ugye nagyon jól tud vezetni, híres róla, hogy néha belém jön. Azt ugye vigyél lesz a körözés alatt, és akkor rögtön. Itt volt egy ruhabolt, hát most már vissza nem megyek. Na, itt van egy sarkon, pont egy pont útba esett egy ruha volt. Ezt akkor kihasználom, már így útba esett. Lecserélem a ruhámat gyorsan, ugye elegánsan, szokásosan. Ezért becsukom a nevén, nézzük bőrkabát. Nekem az a szürke tetszik. Remélem, hogy az. Jó nekem, ez jó. Ez ilyen maffiás is. Na most már. Hát ezt mondom, hogy itt van egy bót, akkor itt kúszhattam volna a gyors autót. Így is jó lesz mindegy. Hú, milyen autó. Eléggé koszos. Az igen, kamion. Jaj, kamion, nem férek el mellett, érted? Mi a hangot adott ki? Itt egy gun shop. Mi? Nem is tudom, van itt egy gun shop. Na, ide kell jönni. Ez a célpont, szóval... Vörös szőnyeg, geci, vörös szőnyeg, Oké. Vito, good, you're here. You hear what happened? Wow, what's going on? Henry's dead. What? The fucking chinks hacked him to death in broad daylight. Why? So you don't know anything about it. Uh-huh. Henry wanted to bring me in on some deal, but I passed. What happened? Yeah, well, Henry is, well, was stupid. He was dealing dope with the Tongs. He knew this was off limits and he got caught. Carlo let him off with a small fine and told him he'd forget about it. But the chinks double-crossed Henry and hacked him to pieces in the middle of the park. Shit. Ain't no doing business with the yellow man. But there's worse.
Henry wasn't working alone. Yesterday, some guys massacred a shitload of the Chinks over in Chinatown. Now they figure it must have either been us or Vinci. They already started threatening Vinci. If this don't get settled fast, we're all in deep shit. You sure you don't know nothing about it? Not a thing, I swear. Yeah? How about Joe? Joe? Joe's with me last couple of days. Well, you're lucky then. Carlo's out of town right now, but when he gets back, it ain't gonna be pretty. Oh, shit. You better not be shitting me, Vito. Mm-hmm. Let's try Giuseppe next. He keeps his ear to the ground. Most never Edith meg se kérdezte szerintem arról, hogy jó van, van, szóval most megkérdezem, visszamegyek, azt lehet-e beszélni vele. Megnézem. Itt van még, hát akkor megpróbálom. Hey, did Joe stop by today? I need to talk to him. I can't find him anywhere. Nah, Joe ain't been here. I need to talk to him, too. I want to know if he had anything to do with Henry's deal. You see him, you tell him to come see me. He better not have had anything to do with this. Okay, thanks. Uh-huh. Goodbye, Mr. Scaletta. Akkor nem. Akkor most kell, ugye, kihez kell menni Giuseppéhez, ugye, akinél, hát a, még a legjelenén voltunk a sorozatnak, azután egyszer sem voltam nála. Na most oda kell menni. Kíváncsi vagyok, hogy ő tudni fogja. Olyan jó barátunk. Köcsög rendőr. Jó, hogy már gyorsítatok itt. Mivel 60 fölé nem mehetek nagyon egyen utcába. A rendőrök elkezdenek körözni, ahol nincsen kedvem most. Ha majdnem neki mentem. Na, és meg is érkeztünk, na. Igen, elvileg ez itt a ház, nem? De ez az jó van. Oké, itt kell mennem. Mi akkor film, akkor jó. Hey, Giuseppe, I'm looking for Joe Bomber. Is he here today? I don't know. Ah, figure. Yeah, Joe came by today. Great, I've been looking for him the whole day. Did he say where he was heading? Well, no, he didn't. I don't think he knew himself. How come? Well, he was looking for a job, but before we managed to finish our conversation, a few guys came and took him away. What? Who? It was Vinci's people. They said Mr. Vinci wanted a word with him. So. You know where they would have went? No, lo so. Maybe to the bar, the Mona Lisa. Shit. Is there something wrong? Not sure. Let's just say we're not on the best of terms with Mr. Vinci these days. Yeah, Joe didn't look too happy. I got a bad feeling about this. I better go find out what's going on. I hope it's nothing serious. Buona fortuna, Vito. Puh. Ciao, ragazzi. Ti Joe-t. Vinci emberei. Na? És Vincsiben nem vagyunk a legjobban, ugye, mert hát Leo-t is megpróbáltam majd kiszedetni, csak ugye azt megtaláljasztuk. Ugye hát a Leo Galante az a Vincsinek a tanácsadója, azt hiszem. Úgyhogy érdekes lesz. Miért olyan érzés, hogy most... Hogy Joe meghalt már. Nem tudom, van egy ilyen érzésem, de lehet, hogy nem. Milyen autó volt ott. Hova kell menni egyébként? Talán meg egy út is mennek. Oda kell, hát biztos, akkor nem tudom, mi van ott, hogy oda kell menni, de biztos.
Nézzük. Ide kell jönni. Menjünk be. Freeze and maybe I won't tell you. Hey fellas. Okay. Look at the balls on this guy. Nice to see you too. Don't move a muscle. Come on. Listen to the friendly bartender and stop fucking around, Leo. Now first of all, I gotta ask you to slowly toss your guns on the floor. No funny business neither. The bartender's got the itchiest trigger finger in town, huh? I'm not armed. Okay, so what are you doing here, Leo? We wasn't expecting you. I'm looking for Joe Barbaro. I heard some of your guys picked him up. Yeah, maybe. What are you trying to pull? Me and Joe didn't do nothing to you. Mr. Vinci doesn't seem to think so. He wanted a few things explained to him, so that's what Joe is doing. And since you've stopped by, why don't we go and join them? Uh-huh. And what if I don't want to? These guns say you do. But don't worry, it's got a hell of a deal. Okay, hát szarba vagyunk szerintem most kicsit. Nem kicsit el. Shit. Ah. Hey, what's up, Joe? Oh, itt van. The assholes went to take a leak. Great. Well, can you explain to me why the fuck we're here? That old fuck Vincent can't see what's going on right in front of his face. Idiot. Oh, the happy couple is here already. Welcome, Vito. What's going on? You got no reason to treat us like this. No reason? No reason? First, the business would leave. Oh. And then all hell breaks out in the city. The chinks, they're going nuts. Everybody's fighting like lunatics. And now, those yellow bastards are threatening to kill me. It's out of fucking control. Now, I'm too old for this shit, so you're gonna tell me what the hell's going on here. Come on, I'm all ears. Mr. Vinci, look, I don't know what the hell's going on here. Believe me, me and Joe ain't got nothing to do with it. That ain't what I wanna hear. Yeah, well, that's your problem, because we don't know shit about any of this. That's too bad. Ez tovább, őket jól van. Finally, we don't got much time. We gotta do something. All right, we'll try to break the pipe. Come on, help me out. I can't do it by myself. Okay. One, two, three. One, two, three. Again. One, two, three. Huh? Oh, yeah. Oh, he's back. Fuck you, you filthy fuck! Come on, come on, fuck! Alright. Akkor most itt lesz egy ilyen egy nagyon gyors vágás, csak azért, hogy legyen túl hosszú videó, szóval vágás.